A produkciókat 20 fős nemzetközi bírálóbizottság pontozza egész nap. Mindig van valami divathullám, amelyet egyes országok táncosai követnek, de sokan ragaszkodnak az egyéni kifejezésmódhoz, mondta a zsűri egyik tagja. Én úgy gondolom, hogy a zsűri tagoknál az ítélőképességet befolyásolja az ízlés, a kultúra és a stílus. Én elsősorban azt tartom a legfontosabbnak, hogy mennyi munka van az adott produkcióba, a gyereknek a fejlettségi szintjének megfelelő a koreográfia, illetve hogyan bontakozik ki a gyerek egyénisége a színpadon. A négy korcsoportot művészi és street kategóriákra osztották szét, amelyekbe a dance show, fantasy show, a free show, contemporary jazz, az utcai táncokba pedig a funky, a disco dance és a hip-hop tartoznak. Ugye ennek a teremnek a befogadó képessége nagyon véges. Igény, amint látszik, van rá, hiszen rengeteg versenyző érkezett. A gondunk ugye az, hogy több csapatot vissza kellett utasítanunk, mivel már így is reggel 8 órától körülbelül éjfélig fog tartani a verseny, és a tegnapi napon is egy óra hosszás versenyt meg kellett tartanunk, hiszen hajnalig elhúzódott volna. Több táncosnál még gyermekkorában kialakult a tánc iránti szenvedély. Nagyon jó érzés, amikor a színpadon vagy táncolsz, és én is nagyon kis bénaként kezdtem el, de kitartó voltam, fegyelmezett és szorgalmas, és tényleg rengeteget fejlődtem, és már öröm nekem ez az egész. Mesélj nekünk, mióta táncolsz? Ez a 8. évem. És hány éves vagy most? 12. Ó, hát 4 évesen kezdted? Igen, Ovis tornában. A hip-hop az nem annyira nehéz, csak hogyha van sok ellenfelünk, akkor kicsit bele kell adni minden, de a rocki az nem nehéz. A Magyar Kanizsai Táncfesztivál már 5. éve pénzdíjasnak is számít, és a versenyprogram végén a legtöbb pontot elért táncosok, párosok, csapatok mérkőztek meg a pénzjutalomért.